Sziasztok srácok, üdvözöllek benneteket! A Warships-be érkező tengeralattjárókról fogunk beszélgetni, ugyanis a Gamescom-on már hivatalosan is bejelentették a tengeralattjárók érkezését a World of Warships-be, ami egy hatalmas mérföldkő lesz tekintve, hogy egy teljesen új járműtípus kerül be a játékba. Ez nagyon-nagyon sok mindent meg fog változtatni, szerintem kicsit újra megsúzza számomra is a játékélményt, és hát lesz ezzel újdonság, az biztos. A legfontosabb kérdés mindenkitől, hogy úristen, mikor jönnek már, erre még azért egy kicsit várni kell, tehát azt látnotok kell, hogy szinte mindenbe picit bele kell nyúlni, hogy ugye azért a balansz is meglegyen, illetve tehát erősek is, jók is legyenek azért a tengeralattjárók, ne egy gyenge valamit kapjunk, illetve ne legyen túl erősek sem, tehát azért ennek a rendszerét rendesen ki kell dolgozni. Ugye volt már kettő úgymond teszt fázisa ennek, amikor, ha jól emlékszem, Halloweenkor voltak ilyen munkás tengeralattjáróink, illetve április 1-én volt olyan event, ahol így ilyen tengeralattjárókkal lehetett szórakozni, az tulajdonképpen egy teszt volt erre az egészre, és most már hivatalosan is érkeznek a dolgok. Amit most el fogok mondani, és ami úgy néz ki, hogy így fog működni, ez mind még fejlesztés alatt van, tehát minden megváltozhat, amúgy minden hivatalosan már ez publikusan megtalálható információ, tehát semmi belsős infót nem fogok most azért kiszivárogtatni. Először beszéljünk a tengeralattjárók statisztikáiról, és funkcióiról, hogy úgy mond, mert mindenben lesz ugye érdekesség, újdonság, új játékmechanikai megoldások. Úgyhogy, mintha csak egy sima hajót néznék. A tengeralattjárók alapvetően elég sérülékeny járművek, ez a játékban is így lesz. Az életpontjukat nézve, ahogy én láttam, nagyjáboli viszonyítási alapként ott a hatosnál, úgy néz ki, hogy egy adott tierben lévő Destroyernél kicsit kevesebb HP-ja van. Nagyjából átlagban, tehát itt például a 6-os tengeralattjáróknak, hogy a streamben látszódott, olyan 10.000 körül mozog a HP-ja. Hozzá kell tenni, hogy gyenge egy tengeralattjáró, tehát hogyha feljön a felszínre, az közel megegyező neki sokszor a halállal, hogyha van ott környékén másik hajó, ugyanis nyilvánvalóan egy csatahajó egy sorozatból elviszi, illetve szinte minden, úgyhogy nagyon durván meg tudnak sérülni. Nyilván ugye majd lesz egy hatalmas ellensége ugye a tengeralattjáróknak, ezek az ugye a mélyvízi, hát hordók, nem pontosan kivehető hordó, és nem tökéletesen úgy működött, mint a valóságban, ott a játékban, hogy láttam a streamben, de majd erre ki fogunk térni, hogy ez nagyjából hogy is működhet, és hogy is fog. Szóval eléggé sérülékeny jószág lesz, úgyhogy nagyon oda kell majd figyelnünk, hogy és merre és miként fogunk menni. Természetesen a víz alatt limitált ideig tartózkodhatunk majd, ugyanis az oxigén szintünk az fogyni fog. Ahogy láttam, azért nem vészesen gyorsan, de fogy. Ha teljesen elfogy, akkor azonnal fel fog menni a tengeralattjárunk, illetve nyilvánvalóan, hogyha újra szeretnénk tölteni és biztonságos helyen vagyunk, akkor ezt mi is meg fogjuk majd tudni tenni. A tengeralattjárók fegyverzetét természetesen a torpedók fogják jelenteni. Ugyebár van olyan tengeralattjáró, aminek a fedélzetén, hogyha feljön a felszínre, akkor ugye lehetett használni ágyút, illetve légvédelmi ütegeket. Most nem tudom, hogy ez fog-e működni ezeken a tengeralattjárókon, ez még egy nagy kérdés számomra. Ami viszont a torpedókat illeti, ott van egy érdekes funkció, hogyha periszkóp mélységben lövünk ki torpedót, akkor úgymond lehet őket majd pingelni az adott célpontra, amit szeretnénk megtorpedózni, és ezzel úgymond kicsit az adott célpontunk felé irányítani a torpedót, ami egy elég veszélyes dolog lesz, és egy eléggé új dolog úgymond ilyen szempontból, hogy így tulajdonképpen célkövetős torpedó féleségről beszélünk. Ez még egy kicsit érdekes dolog, nyilvánvalóan, hogyha majd ez majd bejön, akkor majd egy kicsit pontosabb képet kapunk róla. Kíváncsi leszek, hogy fog működni, elmentek csak periszkóp mélységben, tehát a felszínen nem is, és van, hogy többször is lehet úgymond célra igazítani a torpedót, ez egy érdekes dolog lesz. Ami viszont furcsa, a streamben úgy láttam, hogy a 6-os tengeralattjárónak elől 4, illetve hátul 2 torpedóvető csőve van, viszont egyszerre 2 torpedót tud kiküldeni, szóval nem lehet tett ott legalábbis, ahogy a streamben látszódott, egyesével elküldeni a torpedókat, ez nem tudom, hogy a későbbben is így lesz-e. Igazság szerint egy érdekes megoldás, nyilván már a nagyobb szinten lévő tengeralattjárók majd jóval több torpedót fognak tudni kilőni, de majd nem tudom, hogy ez pontosan hogy fog működni, mert gondolom, hogy nem csak kettesével lehet majd a torpedókat kilőni. Ez nekem így elsőre kicsit fura volt, hogy nem egyesével lövik, hanem kettesével, de ezt majd meglátjuk a későbbiekben, hogy hogy alakul. A tengeralattjáróknál nyilván kulcsfontosságú a sebesség kérdése is. Ahogy én láttam a játékban, a víz felszínen 25 csomóval, a víz alatt pedig 50 méterre olyan 20 csomó környékén tudott menni, nyilván, hogyha fordul, akkor lassul. Természetesen a valóságban ez teljesen más volt, tudtommal ezek az értékek, hogy mennyibe tudott menni egy tengeralattjáró. Nyilván itt a játékhoz kell alkalmazkodnia mindennek, illetve meg kell lennie a balansznak is, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Meglátjuk, hogy nyilvánvalóan a nagyobb szintű tengeralattjárók gyorsabbak lesznek-e. Szerintem igen, aztán majd
itt is kiderülnek biztos majd turpisságok. Remélem például Engine Boost nem lesz rajtuk, mert az picit furcsa lenne, bár ki tudja. Bármit el tudok képzelni, mint a Wargaming-nél. A merülés amúgy, ugye már említettem, az egy egyszerű dolog, ahogy amúgy a sebességet állítjuk, ugyanúgy fogjuk tudni majd állítani a merülést is, hogy milyen mélységre szeretnénk menni, és ha már a merülésnél tartunk, ugyebár van egy észlelhetőségi köre, úgymond, tehát ugye egy távolság a tengeratjáróknak, hogyha felszínen vagyunk, és ez mondjuk egy egyszerű példával élve 10 km-ről észre lehet venni a felszínen a tengeratjárunkat, akkor periszkóp mélységben ez 5 km-re csökken, tehát a felére csökken ugye az észlelhetőségi távolságunk. Ha pedig lemegyünk a víz alá, akkor nullára nő olyan hajók vagy tengeratjárók számára, akik a felszínen mennek. Ha mély vízben vagyunk, akkor ott csak tengeratjáró tud minket kispotolni, úgymond, tehát felfedezni, periszkóp, vagy nyilván deepwater mélységből, az is 2 kilométeren belül, ha jól tudom, valami ilyesmi van meghatározva, itt mögöttem amúgy láthatjátok erről a grafikont. Amit itt fontos megemlíteni, hogy a tengeratjárókon van szonár, és hogyha periszkóp mélység alatt, ugye mély vízben tartózkodunk, akkor ez folyamatosan aktív lesz, és látni fogjuk tulajdonképpen a tengerfenéknek a domborzatát. Nyilván, hogy ne menjünk neki semminek, valószínűleg itt is ugye, hogyha neki megyünk, akkor csak megállunk, és akkor vissza tudunk majd tolatni, és a többi, tehát mint a hajóknál, amikor partot érünk. Illetve ami fontos, hogyha mély vízben vagyunk, akkor nem látunk úgymond a térképen senkit sem, tehát se nem itt, se a saját társunkat, csak a szonár által úgymond egy fix közelséget jelző adatot fogunk kapni, és abból fogjuk tudni nagyjából, hogy fölöttünk a felszínen milyen messze lehetnek hajók, ami egy kifejezetten érdekes dolog lesz, és elméletileg pont hasonló módon fog működni majd, ugyebár a rombolókon az is, hogy ők, hogyha mi lemerülünk, akkor az utolsó pozíciónkhoz képest, illetve hogy majd jönnek úgy felénk, látni fogják, hogy nagyjából milyen körben lehet a tengeralattjáró. Szintén gondolom ez is valamilyen ilyen passzív szonár féleség lehet, és ez alapján fogják tudni majd, hogy nagyjából hova kell dobni a robbanós hordókat, ugye ami a tengeralattjáró mélységében majd szépen felrobban, és ami rommá szedi a tengeralattjárót. Nyilvánvalóan ugye védekezni kell a tengeralattjárók ellen, nem lehet mindig megvárni azt, hogy feljöjjön a felszínre, úgyhogy majd a destroyerek azok hatalmas ellenségei lesznek a tengeralattjáróknak, ugyanis a felszínen szó szerint tényleg, hogyha közel van egy tengeralattjáró, egy ilyen szép körrel, majd ezt is látjátok mögöttem, lehet látni, hogy hol a tengeralattjáró, amely egy elég érdekes dolog lesz. Valószínűsítem, hogy sokatokban már itt megfordult a kérdés, hogy vajon mikor érkezhetnek a tengeralattjárók. Én nagyjából úgy satszolom, ugyanis hivatalos közlemény erről még nincs, hogy év vége felé fognak érkezni, tehát a Wargaming is úgy értesített mindenkit, hogy még azért dolgoznak rajta, tehát azért még egy kicsit azért várni kell rájuk. Nyilvánvalóan itt balanszolgatni kell, elkészíteni az új taktikát, tehát ennek tökéletesen bele kell illeni a játékba, ezek tényleg teljesen új típusú hajók, meg fognak sok mindent változtatni, sokkal több torpedó lesz majd. Ugyebár egy-egy meccsben, én abban is reménykedek esetleg, hogy a 12v12-ből esetleg 15v15 lesz, ilyet senki nem mondott, ebbe csak én reménykedek, tekintve, hogy ugye most több hajótípus, stb. Meglátjuk majd, hogy mi lesz ennek a vége. Amit viszont lehet tudni a tengeratjárók érkezésé, hogy első körben 2 tektri fog érkezni, a német, illetve az amerikai tengeratjárók személyében, illetve van egy orosz K1-es tengeratjáról is már kép, amely valószínűleg az orosz tengeratjáró ág Tier 10-es tengeratjárója lesz. Nagyon jól néz ki az a tengeratjáró, brutálisan amúgy. Hozzáteszem amúgy, hogy a német 8-as U-190-es tengeratjáró nekem a best, de hogy majd meglátjuk nyilván, mik fognak érkezni. Elméletek prémium tengeratjárót is láttam már 2-t ebből. Most itt puskázok az I-58, azért direkt őt emeltem ki, mert ő például japán lesz, nem tudom, hogy teljes japán tech tree lesz-e, de ha minden igaz, akkor feltételezhetően ez egy japán prémium tengeratjáró lesz. Persze ez sem biztos, amit most itt elmondtam nektek, ez mind még fejlesztés alatt van, tehát work in progress, don't panic, bármi megváltozhat még, de egy nagyjábuli képet szerettem volna nektek adni így a tengeratjárókról. Én nagyon várom őket, csinálják meg jól. Nekem az a véleményem, nem kell türelmetlen lenni, legyen jó, és hogyha jönnek, akkor ezzelre fogjuk őket használni, és az összeset is megszerezzük. Szerintem nagyon király lesz, és hoz egy kis szint, egy kis újdonságot a játékba, mert megkavarja az egészet. Szerintem ez jobban meg fogja kavarni a játékot, mint a CV Rework. Szerintem jó pár embert vissza fog hozni majd a játékhoz, de majd természetesen meglátjuk, hogyha megérkeztek. És kacok, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztetek ezt a videót, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretnétek és még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel. Ha bármi észrevétel, hozzászólás van, akkor az nyugodtan jöhet a komment szekcióba, ötletelgetni nyugodtan lehet ott is, és akkor összedőjük a buksinkat, hogy ki mire számít, esetleg mit hagytam ki, és a többi.
úgyhogy addig is mindenkinek jó várakozást, én Stark voltam, sziasztok!